A méhecske és a pillangó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy édes, csíkos bundás, kerekszemű, icipici méhecske. Ez a méhecske rendkívül szorgalmas volt. Ahogy beköszöntött a tavasz, és az első napsugarak megmelengedték a réten lévő virágokat, azonnal munkához látott. Horta a virágport reggeltől estig, amíg csak el nem fáradt. Amikor elálmosodott és bebújt a puha ágyacskájába, folyton ugyanarra gondolt, mint minden másik este, hogy milyen jó volna, ha pillangó lehetne. Elképzelte, ahogy pillangóként száldos a rét felett egyik virágról a másikra röppen, és közben a virágszirmok mecsiklandozzák könnyet, kis lábacskáit. Amikor másnap reggel felébredt, Megint szomorúan vette tudomásul, hogy még mindig méhecske, és soha nem is lesz belőle pillangó. Egyik reggel, amikor éppen arcot mosott az erdei tónál, egy pillangó szállt mellé. Hé, kis csíkos barátom, hogy megy a virágpor gyűjtés? kérdezte a pillangó. Egész nap dolgozunk szorgalmasan, kitartóan válaszolta a méhecske, és szomorúan bígyeztette ajkait. A pillangó azonnal észrevette a kis, mély keserű pillantását. No, akkor miért búsulsz, kis barátom? kérdezte a pillangó. Hát én csak sajnálkozom kezdte a méhecske. Sajnálkozom, mert te olyan szép, színes, kecses vagy, azokkal a hatalmas, díszes szárnyakkal. Én meg csak egy kis kerek, csíkos, bundás méhecske vagyok, akitől még az emberek is megijednek, ha a közelükbe merészkedek. Ó, hát csak ez a baj, szólt a pillangó. Ne butáskodj, drága méh, hiszen nektek köszönhetjük azt a sok finom mézet, amit a bundás kis mancsotok termel. Lehet, hogy az emberek megijednek a méhektől, de nagyon szeretik az édes sárga mézet, hiszen nem csak finom, de egészséges is. Ne irigykedj reánk pillangókra, hiszen mi sosem lennénk képesek ennyi virágport gyűjteni, mint ti. A mi szárnyunk lehet, hogy díszes, ám de vékony. A testünk lehet, hogy kecses, ám de gyenge mi csak táncolunk a rét felett, néhányunkat elkap egy-egy madár csemegének, aztán amikor jön a hideg tél, és ti a kaptárban melegedve finom mézet majszolgattok, akkor mi csak ülünk egy fán összebújva, és dideregve várjuk a tavaszt. Tényleg, ámuldozott a kis méhecske. Sosem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen jó méhecskének lenni, lelkendezett. Aznap a kis méhecske még szorgalmasabban dolgozott, és sokkal vidámabban, mint addig bármikor, bármelyik napon. Este pedig, amikor álomra hajtotta a kicsi bogárfejét, akkor már nem arról álmodott, hogy pillangóként repül a rét felett, hanem arról, hogy családjával összebújnak a kaptárban, finom mézet esznek, és várják az újabb dolgos napokat.